Egy éves szervezés után bejutott Észak-Koreába az ATV tudósítója, együtt a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat munkatársaival. Az 5 nap alatt minden lépésüket 2 biztonsági ember kísérte. Fennyánban egyébként hamarosan Magyar Baptista templom épül. A kommunista országban ez nagyon nagy szónak számít, és valamelyest az enyhülés jelét mutatja. A kommunista rezsim a napokban jelentette be azt is, hogy elkezdik felszámolni nukleáris atomprogramjukat. Észak-Koreából Novák András tudósít. Szenci Sándor baptista lelkész prédikálhatott Észak-Korea egyetlen protestáns templomában. Még soha nem volt példa arra, hogy külföldi lelkészt engedtek volna szólni a hívekhez Fennyánban. A kommunista országban ugyanis alig engedik az egyházak működését, a fővárosban is mindössze 3 templomot építettek eddig. Döbbentő volt számomra az, hogy az elmúlt napokban hivatalos beszélgetéseken felvetődött az a kérdés, hogy miért nem építünk templomot, baptista templomot itt Fennyánban. Először mosolyogtam rajta, de mivel már 3-szor mondták, elkezdtem gondolkodni rajta. Nyilván ez meghaladja a mi képességeinket, de fel fogom vetni majd olyan helyeken, ahol esetleg ez támogatásra kerülhetne, hogy hát, hogyha lehet, akkor építsünk baptista templomot Fennyánban. Megdöbbentő, de Észak-Koreában a hívők száma alig pár ezer ember a 22 milliós országban. A protestáns templom lelkésze szerint külföldi segítség nélkül nem működhetnének a különböző egyházak Észak-Koreában. Ezt a templomot 2005-ben építettük át, de ehhez bármilyen hihetetlen Dél-Koreától kaptunk segítséget. Azok a bibliák, amelyeket itt olvashatnak a hívek, azokat is Dél-Koreában nyomtatták, mondta a templom vezető lelkésze. Észak-Koreában szinte egyáltalán nem támogatják az egyházak működését, annál erősebb viszont a személyi kultusz. Egy különleges helyszínen vagyunk Fennyánban. Ez volt a nagyvezér Kim Ir-sen irodája és palotája, itt élt és dolgozott egészen 1994-ig, amíg meg nem halt. Ezután átalakították, méghozzá úgy, hogy az összes ablakot befalaszták, majd miután a fia Kim Jong-il meghalt, őt is idehozták, és mind a kettejüket üvegkoporsóba temették el, meg lehet nézni. Ide jönnek a turisták, illetve idehozzák a külföldieket is, mindenkit szépen sorba bevezettek, és meg kell hajolni az üvegkoporsók előtt. Észak-Koreában, bár jelentős politikai találkozókra készülnek, nagy valószínűséggel még hosszú ideig marad a kommunista rendszer és a személyi kultusz. Ennek ellenére nagy lépésre készül Kim Jong-un. A napokban jelentette be, hogy a kommunista ország felszámolja az atomprogramját.